Tisztelt házelnök úr, kedves jelenlévők! Nagy körültekintéssel készítették el ezt a mai megemlékezést a szervezők, hiszen nem feledkeztek meg arról sem, hogy az akkori tragédiát megélők, mai leszármazottai, néhányan még maguk a tanúságtevők is a mai Szlovákia területén élnek, hiszen a Málenki robot elérte Ungvidéket, Bodrog közt is. Ezért vagyok ma én itt, hogy tanúságtételt tegyek én is azok nevében, akik ezt a tragédiát átélték, és leszármazottaik, vagy ők maguk a mai Szlovákia területén élnek. A történelmi visszatekintés már itt ma nagyon pontosan megtörtént, ezért csak azt a szeletét engedjék meg, hogy kiemeljem, ami bennünket érint. A mai szlovák-ukrán határon van egy település, amelyet Csapnak hívnak, és akkor, amikor a Málenki robotot meghirdették, az első hírek azok egy jó szándékú, önkéntes munkavállalásról szóltak. 18 és 50 év közötti férfiakat kerestek a helyi tönkrement híd újjáépítésére, a helyi községek helyrehozatalára. Ördögi terv volt ez, mert az első nap még mindenkit hazaengedtek, sőt, még jutalmat is kaptak a történelmi feljegyzések szerint, ezért a másodiknak jóval többen jelentkeztek. A második nap viszont a jutalom az volt, hogy körbefogta őket a katonaság, és csak a szlovákokat, az ukránokat, a romákat engedték haza, a magyarokat már nem. Eddig ismereteink szerint mindegy 2500 embert hurcoltak el, és ebből körülbelül 1500 térhetett haza. A többiek ott maradtak a munkatáborokban. De ezzel még nem ért véget Csehszlovákiában, az akkori Csehszlovákiában a magyar emberek tragédiája. Fél év sem telt el a Málenki robot után, amikor az újraalakult csehszlovák hatalom hontalanná nyilvánította a felvidéki magyarokat, 1945. április 5-én elfogadott kassai kormányprogramban kimondták a hontalanságot, betiltották a magyar nyelvet, kollektív bűnösséggel sújtották a magyarokat és németeket, becsukták az iskolákat, létrehozták a pozsonyi internálótábort Ligetfaluban, ahová bűnös magyarokat és németeket telepítették. Ennek köszönhetően elindult egy menekült hullám Csallóközből a Dunán keresztül, a téli nagy hidegben, a mai napig nem tudjuk, hányan vesztették életüket. És annak ellenére, hogy a csehszlovák küldöttségnek nem sikerült elérni sem Potsdamban, sem Párizsban a magyarság kollektív bűnösségének nemzetközi elismerését, ennek ellenére megkezdődtek a deportálások Csehországban 1946-ban, mint ahogy tudjuk, körülbelül 47 ezer ember deportáltak Csehországba, és tulajdonképpen rabszolgasorsban tartották őket, míg nem haza nem tudtak szögdösni, csak nem mindnyájan. Ezután következett a kitelepítés, Magyarországra 127 ezer akkori csehszlovákiai magyart vittek ki, és nem igaz, hogy önkéntes volt a kitelepítés természetesen. Folytathatnám a felsorolást mindannak a tragédiának, és eseménysornak, amelyet joggal nevezhetünk, és itt már ez elhangzott, etnikai tisztogatásnak, és így is kell neveznünk ezt. De engedjék meg, hogy néhány gondolatban visszatérjek arra, ami történt. Mert nem az első konferencián vagyok jelen, és gondolom önök sem. De ma itt azért egy olyan élményben volt részem, ami azt hiszem, hogy maradandó lesz mindenki számára. Gulácsi Lajos püspök úr megosztott velünk valamit, ami felejthetetlen. Egy óriási szív, egy óriási lélek, óriási bölcsesség szólalt meg, vagy üzentek rajta köröztül nekünk, ami elképesztő fontosságú ezekben a napokban, különösen a határon túli magyaroknak, de gondolom nem csak. Az a tanúságtétel, amit mondott, az a megmaradás gyökere, és a hosszú élet gyökere is. Az a lelki erő, ami átjött, mutatja igazán, hogy a fizikai erőtől sokkal nagyobb a lelki erő, hiszen a lelki erő tudja legyőzni a fizikai erőt, és a fizikai erő nem tudja legyőzni a lelki erőt. Minden nap érnek bennünket megaláztatások, ezt valljuk be, mert érnek bennünket megaláztatások a határon túl. Történelmi folyamatokban időnként nagyobbak, időnként kisebbek, az ilyen jellegű megnyilatkozások adnak mindnyájunknak erőt, azt hiszem, hogy mindent túl lehet élni, és a megaláztatásokat is túl lehet élni, és a politikai közéleti küzdelmeket is folytatni kell,
És én csak meg tudom köszönni, hogy ennek a részese lehettem ma itt, mert higgyék el, óriási erőt adott mindnyájunknak. Gondolom, püspök úr, nagyon szépen köszönöm a szervezőknek, hogy ez így alakult, és köszönöm a Jóistennek, hogy ezt megélhettem. Köszönöm a figyelmet.